Hallottátok-e, hogy Bécsben kitört a forradalom? Az elmúlt két évben nagy siker övezte a március 15-i ünnepség sorozatot, hiszen új színt és hangulatot hozott a belváros szívébe, az amatőr színjátszók közreműködésében, a kórhűvásárral és gyermekfoglalkozásokkal gazdag ünnepi program kavalkád. A hagyományokhoz hűen ismét várják a fiatalok jelentkezését Petőfi Sándor szerepére, de a forradalom nagy alakjai és az utca hősei is megelevenednek a belvárosban. Nagyon sok fehérvári jött el a Városháztérre március 15-e délelőttjén, és vett részt egy közös családi programban, ahol megelevenedtek a forradalmi események, és minden fehérvári részese lehetett az 1848 tavaszi eseményeknek. Így lesz ez az idén is, reményeink szerint nagyon sokan látogatnak el most is. Ismét lesz lovas bemutató, megelevenednek a 48-as forradalom és szabadságharc történelmi helyszínei, a Pilvax kávéház, a Landerer nyomda, Táncsics börtöne és a Nemzeti Múzeum is. Az országalmánál rendezett tömegjelenetnél pedig több mint 100 fiatal működik közre. A gyerekek számára két új programelemmel készültek a szervezők. Egy tiszteletbeli honvédavatási ceremónián esnek át a gyerekek, természetesen előtte kiképzésben, egy játékos kiképzésben vesznek részt, a másik pedig a kézműves hagyományokat erősítendő, minden évben szeretnénk ezen túl egy-egy kézműves szakmát részletesebben megismertetni a legifjabbakkal. Ez idén a pékség, a kenyérsütés területe lenne, ahol a gyerekek egészen a búzelearatásától a kézcipó elkészítéséig végig tudnak a gyakorlatba menni a különböző fogásokon. A Székesfehérvár és vidéke újság pedig egy forradalmi különszámmal is megjelenik március 15-én, amit a látogatók között osztanak szét.